A polgármester köszöni meg munkájukat és ad búcsú ajándékot a leköszönő képviselőknek a pécsi közgyűlésben. Az ő szavazatukra is szükség volt a baloldalon szeptember 17-én, hogy a polgármesteri hivatal létszámbővítését átvigyék az utolsó testületi ülésen. A létszámbővítésre szükség van, mondta az alpolgármester. Körülbelül 30 főről beszélünk, a vitatott létszám talán 6 fő, 24 esetben semmilyen vita nem áll fönn. Ugye az azt jelenti, hogy sem a hagyatéki ügyek, sem a lakásügyek, sem a klímavédelmi osztály. Ugye a klímavédelmi osztály miért fontos? Mert jövőbeni uniós közvetlen pályázatok előkészítésébe sokkal nagyobb fokozatba kell kapcsolni. A kommunikációs központ kapcsán van egy régi vita. Tehát ebben az a kérdés most, hogy melyik oldalról akarom nézni. Egyrészt az, hogy a kommunikációs központnál addig az volt a vita, hogy sokba kerül. Csak a nyomdaköltség évente 100 millió forint volt. Ebből lehet faragni az átszervezéssel úgy, hogy a hivatalhoz kerülnek a városi sajtókiadványok, véli az alpolgármester. A kommunikációs osztály fő feladata a turizmus erősítése lesz Ruzsa Csaba szerint. A polgári oldalon attól tartanak, hogy a baloldali propagandalap munkatársai és a városvezetéshez köthető emberek kerülnek be a döntéssel a polgármesteri hivatal munkatársai közé. Ezt tették szóvá az ülésen. Szándék kizárható lenne, akkor nem most még a mostani többséggel kívánta volna a polgármesterről megszavaztatni. Ezt a személyi változások tömkeregét tartalmazó előterjesztés, hanem azt mondta volna, hogy van egy ilyen javaslatom, beviszem az új közgyűlés elé, meg leegyeztetem az ottani képviselőkkel, pécsiek ezt várták tőlem, kezdjük el a munkát együtt. Ehhez képest még itt az utolsó pillanatban átszuszakolni egy ilyen jelentős előterjesztést, ennek nem lehet más az üzenete, mint valamiféle hatalmi átmentés és a választói akaratnak a megerőszakolása. Ez lehet a háttér. Csizmadia Péter kérte a napirend elnapolását, de ezt leszavazták balról. A Tiszta Kezek frakció vezetője is ugyanezt kérte, de ő sem járt sikerrel. Nagyon hamar ki fog derülni, hogy tulajdonképpen trójai faluvak-e ezek a státuszok, és kíváncsi vagyok arra a szakmai minőségre, amivel majd megtöltik ezeket a pozíciókat. Én biztos, hogy partner leszek abban, hogy a szakmai frissülés, vagy az újító kreatív gondolatok azok hangsúlyosabbá váljanak, és az viszont valóban egy komoly félelem, hogyha mégis azt tapasztaljuk, hogy ide nem szakmai alapon kerülnek be ezekbe a státuszokba az emberek, hogy akkor így tudjuk őket lecserélni. Ebben én azt gondolom, hogy kell egy kis bátorság, meg egy komoly elhatározás. Végül az új közgyűlés munkába lépése előtt 2 héttel a városvezetői oldal régi képviselőivel megszavazták a létszámbővítést a polgármesteri hivatalban. Ez idén 47 millió forint, jövő évre pedig 290 millió forint többletkiadást jelent a pécsi önkormányzatnak.